Fiatal furulyások töltötték meg a Visegrádi Mátyás Király Múzeum dísztermét május elején, hiszen már 15. alkalommal szervezte meg az Áprili Lajos Általános Iskola a Furulya Találkozó nevű eseményt. Ezen az alkalmon a környék zeneiskoláiból érkeznek ifjú furulyán tanuló muzsikusok, hogy bemutassák tehetségüket egymásnak. Stefani Klára, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, elmondta, sajnos a pandémia miatt 2 év kihagyással tudták csak megrendezni az alkalmat. Kedves fellépők! Nagyon fontosak a versenyek, ahol megmérettethetitek magatokat, de az együtt muzsikálás öröme még fontosabb. Ezért is neveztük el ezt az eseményt Furulya találkozónak. Itt találkozhattok más helyről érkezett tanulókkal, ahol megmutathatjátok egymásnak tudásotokat, csupán együtt zenélhettek a zenélés öröméért. Az együtt zenélés mások muzsikájának meghallgatása olyan értékeket teremtenek, amelyek maradandó nyomot hagynak bennünk életünkben, hatással vannak jelenünkre és jövőnkre is egyaránt. Stefani Klára ezen kívül kiemelte, hogy különösen fontosnak tartja a zenepedagógusok munkáját ezekben az időkben, hiszen felnőttek és gyermekek egyaránt a virtuális térben élik az idejük nagy részét. Épp ezért nélkülözhetetlenek az ilyen személyes találkozások, ahol kapcsolatokat lehet teremteni. Mihály Zoltán szerint a zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. Máskor így fogalmazott, lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne, hanem virágos réteken keresztül. Ma alkalmunk lesz egy ilyen virágos réten áthaladni. Kívánom, hogy mind muzsikusok, mind hallgatók érezzük jól magunkat ezen a délelőttön, és együtt éljük át a zene örömét. Az eseményen részt vett továbbá Szabó Ferenc, Visegrád város jegyzője, aki az önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket, és Sandl Jánosné a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről. A furulya az egyik legrégebbi hangszer, melyet már a kőkorszak óta használnak. Szinte minden földrészen, kultúrában ismerik és használják valamely fajtáját. Ennek oka az lehet, hogy szép dalamok megszólaltatására alkalmas, kezelése mégis egyszerű. A furulya alatt nem egyetlen hangszert kell érteni, hanem egy népes hangszercsaládot. Különféle méretű és hangolású változatai vannak, az egészen magas hangú, arasznyi méretű szopranino furujától a szoprán, alt, tenor, basszus, sőt a 1,5 méter hosszú kontrabasszus furujákig sokféle hangterjedelmű és hangszínű dallamok megszólaltatására alkalmasak. A megjelentek 15 produkciót hallgathattak végig a visegrádi iskolán kívül, még többek között a pomázi, budakalászi, tahitótfalui, dorogi és szentendrei zeneiskolások tanulóitól. A találkozó végén minden fellépő emléklapot és a visegrádi boppájára szóló jegyet vehetett át.